A felkészülés negyedik hetének végén nemzetközi tornát rendezett a Kisvárdai KC. Az Élvonal újonca jelezte, hogy nem epizódszerepre készül az NB1-ben, Kovács Péter együttes ugyanis 3 győzelemmel zárt a 4 csapatos tornát. A szlovákiai Mihalovce ellen 24-19-re, a szintén NB1-es Békés Csaba ellen 25-21-re, a romániai Zila ellen pedig 27-25-re nyert a KKC. Bár ilyenkor nem az eredmény az elsődleges, a szakmai igazgató szerint a jövőre nézve mindenképpen biztató, hogy kevés kapott góllal tudták megnyerni a meccseket. Mondhatom azt, hogy még a eredményesség szempontjából nem is számítottam erre, de ugye ez mind felkészülés, hogy a bajnokság fogja eldönteni, de hát igyekszünk még, természetesen még sok potenciál van a csapatban, tehát mi messze nem vagyunk ott, hogy azt mondhatjuk, hogy jól játszunk, hogy elégedettek lehetünk, avval győzünk természetesen, igen. És azt szeretném mondani, hogy arra alapozunk, hogy arra próbálunk alapozni, hogy minél kevesebb gólt kapjunk, hisz azt nem tudjuk garantálni, hogy minden meccsülőnünk 35-36 kapunk, viszont amikor 20 körül kapunk, mint ma is, hogy azt hiszem 221 gólt kaptunk, mind a két mérkőzés megnyertük, ugyanúgy a múlt héten a csehek ellen ugyanez volt, egyszer 14-et, egyszer 20-at kaptunk. Ez lenne a jövő úton. Jó kapusszerzésünkben kemény, agresszív védekezés, és erre építeni a támadó játékot. A kisvárdaiak válogatott beállója, Szabó Valéria az elmúlt egy hónapban látottak alapján bízik abban, hogy nem lesznek kiesési gondjai csapatának. Nagyon erős lesz a mezőny, nagyon kiegyensúlyozott. Én erősebbnek tartom, mint mondjuk a... Tehát biztos, hogy nem lesz szerintem kieső helyezett, és remélem, hogy inkább a középmezőnyt fogjuk erősíteni. A kisvárdai együttes a bajnoki rajtig még 3 tornán lép pályára. Kovács Péter tanítványai Mihalovcén, Zilahon és Debrecenben próbálnak meg a lehető legjobb formába kerülni a bajnoki rajtig, amelyen szeptember 16-án a címvédő Győr látogat Kisvárdára.